Vâng, mời chào Ừ. live. Sao? Mình đang potato chưa? Podarilo. No, Cho mình servos chơi lần rồi. tocnam. Vì có đi. Bạn Ocelanti. No, ciao, loggo li fogito. Ez volt az a nevetés. No, ciao, loggo li fogito, so, izé, nekem. Az azért van, mert rendelem a busztátot újra, mert totál bakosan töltötte fel, nem volt hang, meg elején nem volt kép. Nem viszi Úgyhogy. a képe. Na persze, és lekartoztam itt 60-ra, hogy még jobb legyen, mert most így van, akkor nem, így Amúgy ebben loggol. a live-ba lopni fogunk Ricardo módon. Ricard! Na. Úgyhogy én folytatom a Mire metrót. gondoltál? Mit tudom én. Én folytatom a metrót. Holnap ugye iskola. Van aztán neked meg nem. És ma amúgy iskola volt, nem? Nem, de holnap lesz, talán nem. Jaj, neked kell menni, tényleg. Jó, van aztán, kezdek. Na. Majd live után megbeszéljük. Kivágjuk majd. Hogy ne? Hát YouTube-on még ki lehet utalag vágni, de Twitch-en már nem. Nem, amúgy tényleg kezdjük. Hát igen, Nem én már itt vagyok a röhögünk. metróba. Na. Itt vagyok a... Ja, tényleg perfekt. Úgy kell csinálni. Perfekt. Na én... Szinten... Fájnul haladok. Fájnul haladok. A haladás. Hát ez az. Na, most végtelent adott Ilyen. egyből. Nekem amúgy végtelen van. Nekem is, mert most nem tudom eddig miért nem van. Nem Mert nem akarok próbáltam a felhőstölni, metrót. de nekem végtelen van. Nekem végtelen. Meg ilyenek ilyen talán nagy, ilyen tag life. Az, na. Na, mindegy. Jaj, hang az. Valami Adolf írt, hogy merre van Németországon, mutass meg a webkamerában. Hogy ne. Persze. Nem amúgy tényleg most... Na mutassuk meg, na látjátok, erre van. Twitch írt a mémet, hogy kibannoltak ilyen... nacionalizmusért. Oké. Nem tudom mi ez. Szerintem véletlenül ez ami nekünk piriban, ami piriban, vagy nem tudom, na miért ír? Piriban. Jelenség. Na. Akkor itt megcsinálom a... Amúgy holnap 7 óránk lenne. Hagyjál, á, igen. Fél óra, valami, hogy fél órás lesz ez a live, minimum. Persze. Mint a 6. óra utáni szünet. Persze. Nem, valaki fog unatkozni, ott nem tudom. Kicsoda? Nem tudom, nem hogy tudom. Ki. Nem, én sem. Ilyenkor. Várjál, most itt építem a izét. Mi legyen útja neve itt a fő utca mellett, ilyen utca? Ki tudom én. Pasa, nem tudom, Otto men, pasa, nem tudom. Ez komolyan. Pasa vagy, mit tudom én, a pöccserét ki, dörel meg a at ára első at, nem tudom. Nem tudom, nem tudom, Kovács utca, nem tudom. Ez komolyan. Vagy Száraz utca, vagy legyen. Nem tudom. Mit? Tudom én. Nem tudom, Stúr utca, na, tökéletes. Hitler utca, nem. De... kicsit békésebb Lát. Ember. Nem, amúgy legyen, mit tudom én. Marx utca, nem tudom. Lenin utca, nem tudom. Jó, Stalin nem. utca. Na, nem. Vagy, és mellette legyen a Tiszt utca, szerintem. Hitler utca, nyújtózkodjunk utca, meg ilyenek. Mondtál, mi legyen? Mondjuk az lesz el, hogy mit tudom én, most gondolkodok, mondjuk, tudom, mondjuk, nem tudom, Szilva utca, vagy nem tudom. Hát írd be random, random szógenerátor. Word generátor, és akkor mit olyan, Hurbán, vagy egy csücske, ilyen felvidéki, egy szógenerátor. És egy csücske, meg ilyeneket dobnak. Fake name generátor. Ne, taxi generátor. Hungarian name generátor. Na, az jó. Pim pim pim. Pim pim pim. Pim pim pim. Vászol Jakab.
Fülöp Zalán, Szőke Ármin, de ez Borbély név. Alexander, Alexander. Bogdán, ez az Alexander, az on Perső jó néve, nem tudom. Persze jó név. Szabina utca. Amúgy tényleg a szógenerátor. Vittán kével. Több mint 200 különböző szó. Fúha! Fúha! Na most kettővel meg kell nagyobbítani. Most kettővel meg kell nagyobbítani a... Milyen fekete ez a kép? Mi? Semmi, csak hogy... besötétettünk. Na, mi? Hogy várjál. Filtab... És ki a tabolok, nem igaz? Tab. Tab. Mi? Tab. Például van random szógenerátor.blog.hu. Blog.hu. Ez hogy szedte ki? Mai Móni. Random szavak mára a random szógenerátortól. Jó. Azt kell ide. Írja be a betűket. Be a betűket, akkor írd be. De. Van. Mondd, hogy... Nem is működni. De hasonlítva. Nem hallottam erre a szóról. Vagy név, vagy mi ez. Bársa mondom, az ilyen... Török név, ha jól tudom. Vagy... Örmény, nem tudom. Mindjárt. Nem porosz. Mindegy. Csak mondtam valamit. Jó, akkor nem név, tudom. Mi az? Name, gene... Slova. Slákon, totál működne ez a generátor. Totál a profi lennén. Sturov csinál meg ilyeneket dobna be. Kolik szlov tes legyen öt. Jödőcsapat írta, a jödőcsapat, ami nem tudom miért írta az, pedig nem is vagyok bejelentkező vele, apát faszalt. Hát kicsit kultúráltabban fogalmam az engem, akkor nem tudom, miért nincs saját Twitch-ed amúgy, de mindegy. Ami apát faszalt. Luke, Zázvor, Mimony, okay. Kertek. Mik ezek a nevek, hallod? Random. Nem Rám, tudom. Bonbon. Bonbon az egy név, hát gratulálok. Ampeliska, Pocsitak, Bazsán. Zeti, egyébként bocsánat, hogy a csapaton nincsen olyan tartalom, de ez most nem ide tartozik, csak amit mondok, hogy ez van. Na, viszont most térjünk át más témá még hozzá erre, hogy most mi lesz itt, hát... Csinál, amit megnagyobbított, amit a lépcső, hogy a lépcsőnek legyen hely, mert ugye... Tudom itt, lesz... Ide is kéne... Urbán utca. Hát... Belváros. Akkor Stúr utca, nem tudom. Köszönjük szépen a bő szavakat, Jödő csapat, ilyen... Azt mondja, női nem is szerintem. Random írta. Kicsit szebben fogalmazni, kultúráltabban, jó? Tehát ilyenkor azért így nem maradsz moderált. Riot utca. Amúgy tényleg Jödő csapat, és hát Janko írd meg, hogy miért nincs tartalma Jödő csapaton. Rejét utca lesz, mert... Miért nincsen tartalom? Mellettem szóval. Rejét utca, na. Így jól lesz, elég hely ez. Elég nagy ez. Mást. Na, majdnem most. Tényleg, na, akkor olyan... Jede csapat, írd meg, vagy Jankó, mert nem tudom miért ilyen. Te, miért nincsen se a Twitched? Amúgy neked feltörték a instádat, a közös instádat valakivel. És felszokják törni. Miért törték volna föl? Csak kérdem. Hát nem tudom, mert valakinek föltörték, nem tudom, biztosan. Nem tudom, csak valakinek biztos. Nem tudom. Példákat, mit tudom én. De ki? Nem tudom, csak... Amiről beszélsz, mert még én sem tudom. Nem, csak valakinek föltörték aztán azért. Amerikába? Például, nem tudom. Nem, én csak mondom, kérdem, hogy feltörték, mert azért vigyázni hát kell nekem ilyenekkel. Nem. Nekem se. Csak mondom, vigyázni kell ilyenekkel. Tudom, mert hát tudja mi. Hétköznapokban is lehet ilyen. Például, nem tudom. Nem amúgy, ja, igazából akkor tényleg most a komolyabb szóra. Nem tudom, most tudja, Janko, most vagy be van itt live-ba, vagy akkor
tényleg valakinek, vagy, vagy a Janko megadta elszállt, most tudom, hogy itt Adolf van, tehát azért mondom. Nem. Vagy valakinek megadta elszállt, vagy feltörte valaki, vagy nem tudom, mert irkodnak random az a profillal, és mondta Janko, hogy nem is írt ő vele. És én se. Úgyhogy... Önket irkodtak pontosan. Jaj. Ez Minecraft Live, de mindegy, mindjárt bevágom, és majd ráteszem gépre. Vagy majd videó után, vagy nem tudom. Hát majd a live végén. Csinálj, majd megmutatom. Ubica, Slatkovicsa. Aha, vagyis jó. Slatkovics. De ilyen Miroslav utca, most nem tudom, miért nem az lesz. Ne herkelj. Nos mi? Jó név. Vagy Hodzsa utca, vagy József. Sem fér. Sem fér. Slatkovicsa. Ér a csapat, már nem ír. És a Jankó nem ír. Végre nem ír. Na. Ulica Slatkovics. Biztos nincs itt. Nem. Ulica, mit tudom én. Na. Adolf. Hová. Nem tudom. Jó példa. Nem amúgy, tényleg valami. Komoly nevet. Cservena ulica. Ilyen. Békés nevet, békés úriember. Ilyen költő, festő és költői kérdés. Hol van a kő? Piros utca. Ez egy költő, egy festő és költői kérdés. Hol van az ecset? Festői kérdés. Hol van Németország? Hol van Lengyelország? Piros utca. Rajec utca. Ulica. Rejecová ulica. Rejecová. Úgyhogy ez valószínűleg lehet, hogy új jelecsapat insta lesz. Nem tudjuk még. Hát én csinálnék helyet ebben. Én szerintem. Is nem tudom előző törölni, és aztán meg hallasz, hogy én nem jelentkeztem ki. Mit tudom én, és aztán megint rám fogja a Janko, nem tudom. És azért nem akarok még, mert aztán meg az lesz. Vagy akkor tiltsa le a régit, tiltsuk le a régit, és akkor kész. Be kell jelenteni szerintem. Jelents be. Nincs, akkor csinálunk, hogy ha azzal is lesznek ilyen izé csücskeségek, akkor már tényleg a Janko csinálja. De szerintem most is ő csinálja, mert... De most magát... Jó, és én miért írkodnék random a Jödö csapattal olyat? Honnan tudjam? Janko miért írkodna magától, magának ráadásul, mert azt mondhatod, hogy csak neki írt. Igen, meg a Zolinak, de aztán mondta is, hogy a Zolinak szokott írkodni. Azt mondtad, hogy mondta neked, hogy írkodni. Igen, de azt, az is fura, de azt mondta. Figyelj, nem fura. Sem is tudom, mi a probléma ezzel. Jó, amúgy készen a utcanév. Gyorsan, váltsunk témát. Nem, amúgy tényleg. Majd először elmondom, utána folytathatod, annyira akarod. Nem csak már bevágom a lába, hogy mi történt. Ulica, meg a Piros utca, Cservená ulica. Ha mondtál? Én csak már bevágom majd a live-ba ezt, tehát majd... Vagy... Ja, jó. Mit? Aztán lehet, hogy te tudod a jelszót, meg ilyenek? Persze, igen. Hihetően mondod, hogy nem. Igen, hogy ne. Mert én ilyen marra nagy hacker vagyok. Meg érdekel is, hogy mi van én is látokon. Jó van. Vagy érdekel. Jó van, hihetően mondtad. Az na. Vagyis na. Amúgy hol vagy? Erre miért lehet ráugrani? Hol lesz a metró? Ott középen. Ilyen nagy. Ilyen sok vágány. Hát mennyi legyen. Nem úgy tudom. Úgy akarod van be majd itten ki pillálni a tetőt, meg a talajt, meg a falat. Majd megcsinálom. Na, most akkor. Én csüskén néz ki, most a kubánova feeling van, már nem rosszból. Azna. Fudulják, ha megint lenne érkodva izével. Nézd meg. Pont most lenne, nem írta Janko, hogy Kati vagy valami. Fú, de rögnék. Ki az a Kati? Hát azt írtam útka, azért mondom. Hogy ki az a Kati? Mit tudom én? Azt tudom, kire gondol, mert ismerek, csak nem tudom, kire gondol. Én kettőt ismerek. Én is. Egyet sajnos.
No. Tehát szokott ilyen benyomódás effekt lenni. Na. Yeah. Benyomódás effekt. És mi? Benyomódás effekt. Az milyen? Mit tudom én. Szabina. És az ki? Hát ez a videós, tudod, ez a új videós, aki még klikkolja a csatornáját. Ja, persze, hihetően. Az most hol átint a Jankó? Én is ezen izélek, hogy akkor tényleg... Nem szerintem akkor tényleg ő lesz az, mert... Pont most tűnt el. Hát nézd meg, nézd meg. Jó, megnézem, hogy volt érkodva. Szia, szia ZMB Rudika 77. Hello. Amit meg... Építgetünk. Igen, csak igazából... Addig mondj már. Semmiről, mert... Csak ilyen dráma volt. Nem, én csak itt építgetem, mert csak az a mást is nézek, mert... Jankó fönn van Instán, milyen véletlen. Fura. Lehet, hogy ő, de magának akkor miért írkodott? Hát nem tudom, megszívesen, mert nem tudom. És én miért írnák neki ilyet? Akkor esetleg izén írni. Hát mégis logikusan, mint a magának írkodott. Tegesd csak Rudinak, oké. Okay. Jó, de miért a jövő csapat? Ennek semmi értelme. Ráadásul, nem értem. Mit tudom én? Mindegy, mert mindjárt ez a metró lesz, igen. Mindegy, miről beszélünk, aztán mindjárt tudod erről a... Mindegy, lényeg, hogy feltölték egy instánkat, vagy olyan kontrolkodik ez a kettő lehetőség. Nem a miénket, hanem a, nem a miénket. Másik csatornátokat. Igen, a de az nem, abban nem is foglalkozunk a jövő csapat, ami nem is te vagy, hanem olyan kómer, na. Mindegy. Gyorsan, ne legyen reklám, ne legyen reklám, direkt. Szerintem, kell lépcső, vagy ilyen... Már a lépcső, nem tudom, most itt megcsinálom a quartzból, azon gondolkodok. Szerintem megcsinálom quartzból, így most mégis a kényelmesebb. Tessék! És megcsinálom itt... És levettél a látást. És megcsinálom itt quartzból, mert... Te marha izé így. Marha csücske így. Ember épít. Itt is lesz egy metró megálló a belvárosba, jó? Most. Jó. Jó, mondtam jó. Jó, amúgy ezzel aggok, mert rendelek. Egy bagos, ami bagos lett elő videó. Igazából nincs hát tanában. Itt fog menni, erre felé. Akkor végez. Hát, vagy ez más három perc, lesz. Három vagy perc. Tudom mit, ez más vonal lesz, kettő darab lesz. Na, hogy nem tudom, az építési stílus legyen úgy mindegyiknek, hogy építed egyest, akkor én meg a kettest. Jó vagy, hogy akarod? Jó. Vagy legyen ez a egyes, bár... Nem, ez nagy város lesz. Mindegy. Jó, mindegy. Mindegy, mindegy. Tereljük a témát inkább. Hentem is. Tudom én, hogy így körbel kelljen menni. Prismarine bricks. És akkor így szállnak fel, lehet úgy kéne majd. Mindezt nem akar az érdősapat, bár nem akarok úgy drámát csinálni ebből, mert ezt lett akkor csak... Mindegy, már akkor elküldöm a screenshotokat, és akkor bevágom. Mi ez? Mit írtál? Jó. Nem tudod, hogy eddig hol tart? Igen, megmutatom, csak addig mindjárt átküldöm a márknak, és onnan letöltöm írt, a képet. Megmutatom persze. Ez itt, ezt már képítettem. Ez a vasútállomás a városba. Itt van egy ilyen hotel, ami bévőről nincs is kész. Tehát konkrétan ennyi. Az egész. Itt van egy ilyen ház, itt megy a vasút, egy nagyszerű Mark módszerrel. Itt van egy lift, ami nem tudom működik-e, mert már rohadt régen csináltuk. Na nem, nincs is command block, sehol. Milyen lift?
itt a blogba, vagy tömbházba, bocsánat. Ja, amit te csináltál. Uh-huh. Van itt egy, van arra egy fal, de az nem érdekes, nem hogy arra. Az ilyen külváros. Arra van, igen, az egy külváros. Budapesten, mit tudom én. Van egy... Nem jut eszembe, mondjuk Budaörs, vagy nem tudom. Tényleg, például olyasmi. Ez alap, ott volt, már csináltam egy nagyszerűen kinéző placot, és erre elkezdett én óváros csinálni. Én óváros majd ott ilyen kikötő lesz, vagy ilyen hát kikötő lesz. Kikötőváros. Hm? Kikötőváros. Hát a, nem, a óvárosban lesz ilyen turista kikötő, ott tudod, ilyen turista jó. Nem tudom. Vettem a szeletűt Márkosnak. Olyat hozzák, vagy... Belezavarnak a live-ba. Na, szóval azt akartam mondani, hogy itt ugye van tök óváros, menni, és na. Itt ilyen turistahajók lesznek ebbe a kikötőbe, hogy mit tudom én, ilyen környező szigetekre megy ilyen turistahajó, például ilyen kirándulóhajó. Nem kérdeztem, Tamár? Mám kikötő. Úgyhogy, ja. Itt. Zékrom. Ja, meg itt van ez a Photoshop művem. Itt van egy olyan... Photoshop művem, mert szerint, igen, nem teljesen fehér, nem, de ez lesz, van. Nem lesz így akkora ablak. Ja, befejezze a render, és azt nem fog laggolni, ne aggódjatok, már csak 37 másodperc. Tehát a jobbik renderre is, mert egyszer, amikor elkezdtem renderelni egy másik fajtával, ami hosszabb ideig is tart, az totál belaggoltatta még a Minecraftot is, ilyen 10 FPS-en volt. Jó lesz ez a szín szerintem, vagy... Viszont most már nem mindjárt tudom, befejezi. Színű legyen. Aztán nem kéne laggolnia. Jó, ilyen színű lesz. Jó lesz ez szerintem egy passzol. 6, 5, 4, 3, 0, 2, tök menő. Köszönjük 1. szépen. Ezt már láttam, írtam is oda. Hát én nem figyeltem, mert én itten a üveget építettem. Te meg már. Mi semmi. Jó, most akkor elkezdem. Ám a feltöltés, ezt nem kezdem, vagy csücském akarom. Debuggoltatni a saját streamemet. Saját streamünket. Bocsánat. Már embernek szólalhatna már. Most eszik. Na, elmehetileg. Jaj. Na, most már. Várjál egy pillanat. Na. És miért aggolt? Na, oh, nem. Jó van, ennyi. Most már elmehetileg. Itt van jobb oldalt a képadatot. Na, te milyen processzor? Nem ilyen Pentium processzorotok van? Várjál, ide lépcső. Amúgy a KitKatot én most rá nagyon megkedveltem, nem tudom, hogy vagy vele. Á, én is, Ági szörpel. Várjál most, várjál. Honnan tudja, hát Ági szörp. De most miért mondtad irányban? És miért mondtad, hogy KitKat, mert... Nem, hát most eszembe jutott, hogy nekem is mondom, hogy Ági szörpel finom. Rég nem lehet meg szólalni. Na, hát, itt megy a... Finom. Itt megy a egyes út, vagy nem, bocsánat, ez a fő út. Istenem, várjál. Nem van. Na, arra akartam ugye eredetileg, hogy hát szerintem akkor itt kikötő meg ilyen tengerpart lesz, nem? Csókolom, Ági van, igen van. Na, szóval, hogy... A KitKat reklámot mindjárt küldök, mert hogy... Na, amúgy itt ilyen izé... Arra van az egyes út, és erre van a D1-es autópálya. Démi Darius, és már lesz M1-es is, nem mint Magyarország, hanem már. Nem tudom, azért nem kreatív név. Jó, úgy gondoltam. Szerintem legyen S1, mint szlovák. R1, román. Miért S1? Hát na... Szlovák. Hát tudom, miért D1-es autópálya. Mert Szlovákiában is D diányita. De miért R amúgy az? Mert van R1 is. Az a Rijksnas, az a gyorsforgalmi út. Ki a hülye, ugye merült fel a kérdés? Na, de tényleg akkor elküldöm neked a screenshotot, és most bevágom nektek, de szerintem majd bőven lesz erről egy videó a
Jöjj a csapat, vagyis jöjj a csapaton. Ha fog csinálni még. Bár szerintem egyesek nem akarják. Egyes jöbetűsök nem akarják. Na, elküldöm. Egy nézőtáborunk van. Igen. Há, mit, nem tudom, mit akarsz. Hogy volt, várj most. A Photoshop. Na. Istenem, túl sok blokk van megadva. Jó. És akkor... Janóra gondolsz. Jankó, igen, arra gondolok. Nem Janó. Jankó, igen. Ki az a Janó? Nem bocsánat. Tudom. Jó. Jó, kértem a chatből, mindegy. Bocsánat, csak elküldöm, és akkor ott letöltöm ezeket a screeneket, és bevágom live-ba, hogy most tudjátok. Isten, túl sok a terület már. Ezt én is utálom. Na, tehát lépek vissza a chatbe, úgyhogy mindjárt megnézem, mit írkodtok. Az a baj, régit nem tudom visszanézni. YouTube-on lehet. De ott meg totál pixeles a láb, úgyhogy ezt nem fogjuk csinálni. Jankó, igen, Jankó. Várja, honnan ismered, vagy? Írta, hogy Jankó, mit írt? Írta, mert írt, hogy a Janóra gondolsz, aztán írta, hogy Jankó. Mondom, hogy honnan ismerik. Ja, igen, honnan ismerheted. Szeret, hogy totál ilyen kettesi vagy, nem tudom. Egyesről. Na, akkor gyorsan letöltöm a képeket. És itten bevágom. Végül is mondhatnám, hogy ez személyi jogok megsértése, de hát ez igazából a beszélgetés, ami ilyen fura, mert nem is én írtam, meg ez nem is használok. Állítólag. Ez hülye. Most hát én írtam, igen, persze. Merre felé, hallod, hogy csinálja most neked, hogy menjen a vas után más irányába, vagy a másik irányba? Az a nagy ha csinálsz pár házat, másold le. Jó. Am csak említetted, nem ismerem. Ja? Pi! Igen. Jó, most a nézőket lefűjjét? Jó. Nem a nézőre mondtam. Akkor de rám sem mond. Na. Szerint, hogy ismeri. Egyes. Milyen egyesi drogos vagy? Nem ám. Yeah. Várjál. Na, bevágom akkor a képet, hogy szerintem mi a, erről a véleményetek, mert... Fura. Ez a legutolsó kép. Nem tudom, hogy vagy veled, de stúdió mód. Azért... Várjál most... Sorba szépen. Igen. Igen, például látszott a beszélgetést, tudom. Mert nem volt bekapcsolva. Se nem volt bekapcsolva. Stúdió módba. Istenem. Mert stúdió módban nem volt bekapcsolva. Kép. Nem tudom, mi a vicc benne. Hát ebben nem is vicc. Nem az, hogy a stúdió mód van a OBS-ben, és ha megnyomod akkor, amit csinálsz a... Például bevágsz egy új képet, valamit azt maga lába nem lássák, hogy mozgatod a képet, vagy valami. Csak hogyha megint megnyomod. Szoktál Fortnite-ozni? Nem. Hát én nagyon nem. Aztán már viccből kér. Nem. Én se szoktam. A Jankó szokott, de... És erre mit mondjak? Na, bevágom minden beszélgetéseket. Mert eléggé furák, nem tudom. Hát pont ki fog félni négy, mert négy screenshot van. De aztán nem biztos. Hát nem, csak három fér ki. Talán... Ja, csak három. Komolyaniket. Negyediket majd bevágom utólag. Bevágom. Na! Szóval itt van. Ma negyediket is megmutatom. Az... az itt van hátul, az már itt mutatom.
Na, szóval milyen véleményetek erről? Még a nélkül úgy sem lényeges, mert csak érzem, hogy dik meg egy hangzenetet küldtem ennyi. Na, itt van, szóval felolvasom. Na, úgy kezdődött egész, hogy csináltam egy, most írjunk egy felvételt, hogy most fölteszem majd. Na, sziasztok, ez egy ilyen kis átbeszél videó. És itt van már Márk is, hogy ő neki is mi a vélemény erről. Igen. És ebben a videóban elbeszéljük, hogy ez a Insta föltörés, vagy hogy is mondjam, ilyen kis dolog. Na, most eszek buszát, na. Szóval várjunk is bele. Csináltam viccből olyan éldást, hogy vége, hogy letörlöm a csapatot, vagy amilyen sűt mondtam, igen, letörlöm a csapatot, azt mondtam. Aztán hát olyankor direkt az ott a szemem, hogy megnézze és mi a reakcióm. Egyszer már volt egy prank, de most nem fog már majd csücske, mindegy. És aztán írt ezt rá, mint képen láthatok, hogy hát ez takarod, nekem már full elegem van, most azért, mert egy hétig nem beszéltem el, ez már második héten nem beszéltünk, mindegy, ezért nincs is videó. Mert fortnátozni van kedvem, sajnálom, hogy szeretek egy játékot, azon kell játszani, igen, elegem lett a prankjétből. Márk és Darusza szavaztak, foglalkozz addig azzal, és ezt írta, amit nem én írtam, hogy kapd be, kacsa, dása, xd, itt hápog. Aztán írta olyankor, hogy hallod visszfésztán, írtam neki másnap, amit már tényleg én írtam, hogy ezt nem is én írtam viccen ki, ezt nem is hitt el, meg suliba zsoltam neki. Hogy na, pont. Aztán írtam, fölolvasom, meg látod is a live-ba, meg suliba se hitt el, mondta, hogy na persze, még jelenleg, hát persze én se hinném el a helyében, hogy őszintén, hogy kiírta. Hát, és tegnap voltunk, Tatán, arra majd lesz egy vlog, de nem most spirálban van. Ez a fölrakom, mindegy. Hogy hülye kacsa, nem foglak visszatiltani úgyse XD dása, amit szintén nem én írtam. Tehát írta olyankor, hogy hallod, nem is szólok ink semmit, Kati. Aztán ezt már én írtam, hogy am neked még jelszódat tudják, mert az egyik Instámat feltörték, ezt így ironikusan értem. Olyan furán írtam, mindegy. Aztán ami játszunk olyat, hogy küldenek egymásnak hangzetbe egy szót, végül magam kezdte, aztán küldött egy hangzetet, amiben semmi nem volt, csak a gépnek hangja, ilyen hang. Aztán itt van a utolsó beszélgetés, most... De miért rán hangüzenetet küldött? Ilyen, tehát semmi nem volt benne, csak ilyen gép hang, vagy a gépe ment háttérbe. Hol voltatok, hogy érted? Hát, mert említetted előtt, hát igen. Voltatok. Ja, meg közben megy a live egyébként, aki most videóban néz utólag. És ennyi, ez utolsó beszélgetés, ennyi. Ez a három, így. Szóval erre milyen véleményetek? Mert kíváncsi vagyok. Utána aztán megyünk Minecraft. Úgyhogy annyit akartam videóba. Sziasztok! Várjuk a kommenteket. Na, úgyhogy viszont itt meg lába, akik itt vattok azoknak, meg így kérdezném, hogy mi a véleményetek erről. Mert ez nekem rohadt creep, és az a vicc, hogy Jankó, de nem úgy mondta, hogy látszott rajta, hogy hazudik vagy valamiért, tehát hát ő is normálisan mondta, hogy nem ő írta. És én se írtam. De akkor ki? Hát ez az, hogy ki? Mondta valami város, Tata. Mit? Tatát mondtam. Város, Tata, igen. Most na. Nem ez a lényeg. Ne csücske vagy. Mit? Ne csücske vagy. Amilyen véleményetek erről, mert ez nagyon szép. Ott a jár. Ha nincs ok. Na, az jó. Az jó. Tehát erre járok suliba. Hát az igazából nincsen messze lakunk, de... Hát azért, hát... Neked nincs egy messzebb lakok, ugye? Én pozsonyi vagyok, aztán azért. Amúgy Komárom, amúgy épp Komáromiak. Azért, na. Régen oda jártunk suliba, de már elköltöztünk. Na. Igen, azok vagyunk, Köbölkútiak. Igen, adna, igen. Köbölkút, az hol van? Gondolom Magyarországon.
De... Nem, tényleg nem tudom, hogy hol van. Én sem. Nem is hallottam róla. Ja, semmi. Menj, nyugodtan, mondjad! Ott lakunk. Ott nem. Lakunk, ott... Nézem, hol van köbölkúte. Mond, igen, köbölkútiak vagyunk, igen. De csicskán. Szlovákia. Község Szlovákia. Mi a szlovákul? Gbelce. Itt van Béla. Itt van. Mellett. Az itt van, Újvár mellett. Hát, vagy inkább Ógyala mellett. Inkább Ógyala, meg Párkány mellett. Ógyala, sőt, bocsánat, meg Komárra mentem sorul. Bocsánat! Bocsánat, de mi az a Ógyala szlovákul? Megnézem. Nem tudom, megnézem. Urbanova vagy mi? Az, Urbanova, mert... Nem, csak kérdem. Ah, jó. Ah, oké. Okay. Csücske fazal, jól tudom. Hát a neve miatt. Na, mindegy. Ja, úgyhogy milyen, nem tudom, ez nekem az Instagram dolog nagyon fura most, mert ő is úgy normálisan nekem mondta, nem mondom, hogy jaj, sírt, hogy mit tudom, hogy ne fél voltam, meg én sem, de így totál normálisan mondta, nem így, hogy aha, vagy valami normálisan mondta, hogy nem ő írta, meg így fel volt háborúban, hogy miért írtok neki olyat, ha nem is én írtam. De akkor ki? Vagy... Én bátorom, melyek Hoszit ismerem, na, az tök jó. Nem lehet, hogy te ízélsz valamit? Hogy ért, hogy ízélek. Nem emlékszel, hogy írtál neki ilyet? Először én is arra gondoltam, amikor legelőször volt ez a kabbedás a kacsa, vagy mi volt írva. Na az, arra is arra gondoltam, jó, oké, lehet, hogy írtam neki, de akkor viszont a tegnapira totál emlékszem, hogy mi történt abban időpontban. Utaztunk autóba, veled írkodtam, és akkor random látom, hogy írta olyan, hogy Kati. Így random. És aztán el is küldem neked, hogy mi baja van már megint. Uh-huh. Ennyi. Bevallom, én voltam. Hát akkor most már tudjuk, hogy kínálogult, de ez pofátlanság volt, hogy te voltál. Ez abba is hagyjuk alá. Ja, amúgy donétet most már cserébe, mivel most ez ki kell fizetni a károkat. Személy jogok megsértése. Ilyen. Meg ilyen köbölkúta, gyanúsítasz meg, úgyhogy ez még további 10 eurót van maga után. És a alapösszeg ugye 10, utána meg még egy, szóval 20 euró. Na, vagy forint, vagy 6000 forint. Várjál, pontosan átváltam, hogy mennyi forint. 315 a forint, mindig rosszabb. 350. Lehet tényleg annyi ez lassan. Ki? Istenem. Most javult, mert múltkor 320 volt. És nem tudom kiszámolni. 6. Nem ezt akartam. 1890 forint, ha úgy tetszik. A 2000 kerekítsünk. Vagyis 7000-t adtam volna. Hát akkor annyi. Az euróba mennyi? 6 euró. Pontosan. Kunába mennyi? A 42 kuna, nem? Mert 6x7, 42 is. Tudom, hogy 1 euró, az 7 kuna. Az mondjuk nem romlik, mint az nem romlik. Az pont, hogy javul. Most hát nem, az a vicc, hogy nyáron kicsit megromlik, ha jól láttam. Az a vicc. Mindenki akkor megy, tudod, akkor... Hát jó. Hát meg akkor drágább autópálya is. Milyen színű lesz a izét a... metró vonalát, hogy milyen színű lesz, a piros színű, vagy kék. Zöld, nem tudom, kék, akkor ez lesz a zöld. Amúgy ezért, mit akartam? De hogy addig a YouTube csatornánkat is, lehet tessék bekövetni, meg a Instát, meg a Facebookot is. Na. Na. Szóval. Egyébként nem tudom most itt ez a úta, hogy haladunk, de... Nem tudom. Itt, ott. Hallgatunk. Mert írni betűt. Milyen betűt? Mö. Ja, mö. Mást értettem, ilyen ottomenesebbet értettem. Mert mit értettél? V betűt értettem.
Nem bét, betű. Közös a kettes. Mi a kedvenc nevetek? Nekem a... tudom én... Fú... Mark például, nem tudom. Mit? Mark a kedvencem, most mondtam valamit. Ez mi? Rajec utca. Rajec utca. Tudja, vagy... Piros utca ez. Rajec utca. Leo... Yeah. Yes. Leokádia. Ez a Szilvis név. Akkor nekem a kedvencem a Szilvi. Nézd, mit küldött. Oh, milyen Szilvis név? Csetán. Mit? Csetán írták. Nekem a Szilvi név akkor. Akkor engem is kövessetek be. Persze, bekövettünk. Hát bekövettünk amúgy Twitch-en. Vagyis na. Igen. Azt tudom, milyen Insta neved. Ilyen trédelésekben vagyunk. Na hát nem tudom, mit építgessünk, de most csak nézegessük meg, beszélgetünk. Én a metrót építem most. Belvárosba, ez ilyen... Hát nem megy olyan mélyen, mint a tiéd. Ja. Nem péntek a sértelem. Zöldség, na tök jó. Egyen valami díj... Helyem is jó, helyem is jó. Egyen most lenévítettem magam. Na mindjárt jövök, most lenémítom magam. Hallod, amúgy most ez. Bírom, hogy megint jött egy nézés, és nem küldött donétet. Miért nem küld? Ott van a leírásba. De... Ja, és legalább egy 100 forintot. Már nem azért. 30 cent. 30 cent. 50 cent már. Euró kell értékesíteni. Bocsánat, 50 cent. Legalább. Hát nem is értem. Sokáig. Komolyan mondom, nagyon gyorsan visszanémítom magam. Mondjuk azt, hogy tök jó. Na itt vagyok, csak megbeszéltünk valamilyen Donald kacsásat. Megbeszéltünk. De nem ő rá gondoltam. Nem hagynám. De ő rá írok neki. Kötelező, micsoda? Ki vagyunk némítva, nem is beszéltünk semmit. Hogy kötelező. Mi? Valami, nem tudom, el voltunk némítva, biztos bennem. Ez az. Én WC-n voltam. Én is. Meg enni, igen. És bocsánat, ha megkérdezem most, olyan, miről írsz, mert... Hát, gondolom a donételés. Persze, hogy de van is PayPal például, tehát van. Persze, hogy ne. Lent van. Donald kacsa, Donald. Lent van a leírásba. 100 forint az 33 cent. Na hát akkor annyit, akkor még kevesebbet is mondta. Na. Kevesebb. Amúgy majd hozzád jövőt várható egy kisebb live, én tornámon. Jó van aztán, tényleg. Nem amúgy. Nem még nem tudom, de... Nem ja. Ugye holnap van az iskola. Nem tudom, hogy neked lesz Darius, vagy neked se ugye. Végre. Na. Pff, hát nem tudom, igazából most csak így ilyen megbeszélő live. Miért nem folytatod a videót? Hát, vagy jó, én mondjuk itt nem építettek addig, ha már egyszer nyitva van. Hát meg itt nézzük a Márkot, itt nem tudom, begyorsítsuk majd utólag, nem tudom. Rajec utca. Mondj jobb nevet. Hát miért most miért, ez olyan, mint a McDonald's utca. Rajec, ez van olyan város, Szlovákia, vagy Szlovákia. Ja, még én Rajóra gondolt. Várjál most akkor, hogy van, Rajec, hát jó, legalább jó. Én tel vagyok. Amúgy építs templomot, miért? Buddhista, katolikus, mohamedán, muszlim, miért? Nem, amúgy tényleg ez jó ötlet. Tudom, de miért? Buddhista, nem tudom. Katolikus. Református. Nem tudom, református. Nem tudom, buddhista templomokon, németesen. Na. Hát ez most bannolunk, mert ilyeneket ír. Amúgy, ja, de várj, nem is működik automata bannoló. Hogy ilyen szavak után, hát nagyszerű.
Janko, csicska, hobbannolni. Hápápop. Ne, nem ám, hogy ültünk. Azt hiszem, hogy ki van. Minden. Hát, hogy ne bannoljuk ki. Hát. Csicska, hopp. Április elsője. Tényleg, jövő héten lesz április első, jövő hét ilyenkor április első, ám. Jön egy komoly live akkor, berúgós live. Ilyen Szilvi meg, ilyen Szilva pálinkát fogunk inni, ilyen vendégünk lesz. Éppen akkor. Építsünk Szilvivel, meg ilyenek. Milyen, most itt szenkül megnézem, milyen a buddhista templom. Jajat akarsz építeni? Hát nem tudom, beírom, mert jó szó. Buddhista. Buddhista templom. Te szülye. Valami jár rajta. Ez biztos lemásolom önmagába ezen. Jól néz ki. Ilyen keresztbe van Z betű, nem tudom. Ez mit jelent? Tudom én. Na minden amúgy... itt vagy, kedves néző. Mit akartál mondani? Valamit elkezdtél. Semmi, csak hogy olyan keresztbe van Z betű, aztán azon a templomon. Ez mi volt? Ez nem tőled jött? Szerintem van egy telefonom. Azért mondom, ilyen... Isten! Valami bebaszós láv, aztán minden falom után baszbed ládát a szekrénybe. Labdát, bocsánat, várjál. Jó ötlet, na. Nem ám. Persze. Persze, 14 évesen. Nem amúgy. Na, köszönöm Darius 04 moderátor, hogy kibanna. Na, ez amúgy 18 éven aliaknak nem ajánlott ez a live, szóval mindenki, aki kevesebb, az menjen el. Én azt ajánlom, ugye, mert durva lesz. Hogyne, ilyen gyilkolások lesznek, hogyne. Ha. Nem amúgy, hogy tudsatlan, akkor volt egy közös live, az a Bad Wars, Lucky Wars az ás. Azt törölve lesz valószínűleg. Már. Ja, törölve. Szóval amúgy te mit építesz? Az jó live lett amúgy. A szünet az direkt ki lett vágva egyébként, mert rohadt hosszú lett, aztán nem is folytattuk, mert különböző okok miatt. Úgyhogy, ja. Mi miatt? Mert becsöngettek random. Mit? Mert tudod, becsöngettek, ja, aztán valaki. Igen. Na. Igen. Te halad szólt is a live-ba. Na mindegy, nem tudom, annyira vagyok hangos, mert most ott közel voltam a mikrofonhoz, aztán... Most már akkor nem, hogy azon a mikrofonon hal, mert nem akarom bebuggítani a Messengerrel. És TeamSpeak szervert bérelünk egyébként. Úgyhogy ennyi. Ez milyen jel? Ez mi? Ez copyrightos jel, szóval... Ez lehajol, ilyen tisztelgés. Copyrightos jelek. Na, de nem tudom milyen templom, most... Hát... Ide egy katolikus templom, vagy... Hát... Igen. Ilyen fordítva legyen. De szerintem ez a utca tök Katilikus. Azt hiszem katilikus. Katolikus. Katilikus. Templom. Amúgy holnap iskola. Tudom. Katolikus templom az ilyen, és a... Katilikus. Református templom az meg ilyen... Hát hasonló, majd úgy néz ki. Nem mindegy. Ez ugyanaz, hogy én vagyok ennyire. Hát te vagy ennyire. Okos. Gondolom van különbség. Itt van-e. Imádkozás, hajolás, kereszt. Bocsánat, de még küldesz ilyen copyrightos jelenet. Hagyjád már őt. Egyetlen nézőnket itt elüldözöd. A sok közül. Na. Múltkor is te üldözted az egyiket. Hogyne. Persze. Miért üldöztem volna el én egy nézőt? Miért te mondta, hogy menjél már innen, ez bagosztályban kiállnak. Hogyne. Azt elsértődött, gondolom. Persze. Építs olyan templomot, aminek tornya legyen az a... Ja, hogy fejjel lefelé legyen, jó. Persze. Hogyne. Na. Ilyen templom, ezt fogom lemásolni. Úgy, ja, még véletlenül is. Ha már stúdió mondat, nem kapcsoljuk akkor be ilyen... Templomkam!
ilyen templomkamot teszünk. Amúgy most nem akarok izélni, de egy fabatka az úgy hány euró szerinted? Miranda eszembe jutott, nem tudom hogyan. Mit tudom én, nincs annak már értéke. Még én tudjak ilyeneket. Amúgy milyen géveket tervezem. Yeah. Jó, na, akkor beállítottam, és akkor a bal oldalt itt láthatjátok. Szia. Milyen templomot építek, vagyis hogy miért fogok majd a következő le... No, viszont én meg nem látom, úgyhogy... úgyhogy... nagyszerű. Mindegy, szerintem a tényleg a következőben lesz, nem tudom. Nah, mit lehet vagyunk? Ti anyadikosok vagytok? Középiskolában másodikosok. Na. Harmadik. Nem úgy nyolc. Alapsuliban nyolc. Amúgy nyolcadik. És te? Na most te jössz. Rurika. 77. Mi ez? Vallatás? Jaha. Mi vallatás? Fogy teszünk, nem tudnám, lehet, hogy ismer minket. Szerintem ismer. Ahova járunk a... Már mi a neve? Várjál, mi a neve? Mire? Petőfi... Petőfi Sándor általános iskola. Utcát azért nem mondjuk meg, de Petőfi Sándor általános iskola. Mert... Igen, oda jön. Mit rög? Jókai mód. Micsoda véletlen párhuz. Őszintén mondom, hogy nagy átgondoljátok valamit. Na, hogy... Na. Hát Petőfi Sándor. Ami gimi! Ne bassz! Igen, Petőfi Sándor, általános iskola. Mi az ami gimi? Nem alibit akartál írni. De ez már nincs fel. Jóka is vagyok. Jóka is vagyok. Hát mivel Petőfisek. De ez a fura hangzik. Mindegy. Jó, a furfán gimibe járunk. Ez az a videó. Ez a videó. Amikor élvezték a felnőttek azt a mókát. Miért nem élvezték? Na jó, szerintem akkor azt, hogy sem most csinálok egy fun beszélgetős live-ot, addig ezt állítom. Köszönöm. De már. Én akarok építeni. Ja, te építs közben, én meg itt nem fogok rögni. De rögjünk. Igen, na, hogy ennyit volna, ez a lehet, de viszont már mindjárt indítsuk a következőt. Úgyhogy, jó, úgyhogy, sziasztok. De mindjárt jön a következő, úgyhogy tudunk rögni, te Rudika meg ezekkel.